Juricsics, magasföldi, Cár, messziről az első kapura tartó lövés. Jablonszkinak kell sprintelnie, de elcsípi a labdát. Margráf segít, jön a beadás, vékony! Mellé. 22. perc, Cár most a másik oldalról próbálkozik. Jablonszki szerezte meg. Jön is a beadás, ott van magasföldi. 1-0-ra vezetünk, nem volt les. A 22. percben megszerezik a vezetést. Cár szabad rúgása után úgy tűnt már, hogy nem lesz helyzet, aztán Jablonszkinak más volt a vélemény, és neki volt igaza. Az ő harcosságát dicséri az, hogy végül magasföldi a jobb alsó sarokba tudott fejelni, és ezzel megszereztük a vezetést. Juricsics indította Jablonszkit. Jablonszki menetrendszerűen érkezik, ez pedig 11-es. Így bizony. Vékony, nagyon pontos lövéssel megduplázzuk az előnyt. Jó beadás, ott is van a gól. Noel Nathaniel labdáját Juricsics vágta a léc alá. 3-0. A csapaton látszott a dinamika, az intenzitás, hogy ez egy kicsit más, mint az előző két mérkőzésünk. Az első fél időben igazából most így utólag visszanézve a meccset eldöntöttük, de a második fél idő miatt azért van bennem hiányérzet az eredményességet illetően, de szerintem mint csapatjátékban, legyen szó a magas pressingről, vagy a támadás építéséről, most az előző mérkőzésekhez képest a srácok sokkal többet nyújtottak, nagyon pozitív volt, több játékosnak volt nagyon jó egyéni teljesítménye, és szerintem az első percről nem volt kérdés az, hogy a 3 pontot azt itthon tartsuk. Foglalkoztok azzal, hogy a Kanizsa most rangadót fog játszani? Hogy beérhető-e a dobogó? Nem foglalkozunk vele. Magunkkal foglalkozunk, ezt tesszük már hónapok óta, és a jövőben is így fogunk cselekedni.